Legutóbbi bicskei túra elég jól sikerült, pedig akkor még nem is biztos, hogy a Kanizsa volt a mérkőzés esélyese. Azóta változtak az arányok, de van honnan kiindulni. Persze mindig minden változik. Pont ma volt egy beszélgetés ugye az ellenfélről, úgyhogy erről is beszéltünk, hogy a hátunk mögött hagyott bicske elleni mérkőzésekről. Ugye volt az első meccs, amikor ide kerültem, ott 4-0-ra tudtunk győzni, nagyon jó játékkal. Viszont itt ősszel egy nagyon szoros mérkőzésen egy nagyon kiszenvedett 1-0-as győzelmet tudtunk aratni. Úgyhogy arra készülünk, hogy egy nagyon jó csapattal kell szembenézni. Érdekes a foci, nyilván ettől szép, hogy télen én úgy gondolom erősített a Bicske és még jobb csapat lett, de közben meg például a legutóbbi fordulóban hát egy nem várt eredményt produkáltak, és nekik ez inkább negatív. Igen, a hullámzó teljesítmény, mi is ugye nézegetjük az ellenfeleket, illetve tisztában vagyunk, 8. helyen vannak 51 ponttal. Az utolsó két mérkőzésük mind a kettő idegenben volt, Kellen ellen egy döntetlen, illetve Zsámbék ellen egy döntetlen, természetesen ez meglepő, főleg a Zsámbék ellen, de hát minden mérkőzés más, minden mi is más a pszichológiája, biztos, hogy ellenünk minden áron győzni akarnak, de mi is ezt így lepünk a pályára. Még télen, mikor a stúdiónkban beszélgettünk, említetted, hogy az egy kimondott cél, tulajdonképpen Kanizsán a támadó játék minél eredményesebb legyen, sokszor szurkolók is ezt kérték számon annó. Hát erre az utóbbi hetekben ismét csak nem lehet panaszt. Igen, én is elégedett vagyok, de amit mondtam, hogy minden mérkőzés már lehet, hogy ez egy gólos meccs lesz, olyan szoros lesz az egész, hogy mondjuk egy pontrugás fog dönteni. Remélem, hogy nem így lesz, mármint pozitív értelemben a mi szemszögünkből. Sok energiát fektetünk a támadójátékba, a felépítésre, befejezésekre, illetve olyan játékosok vannak, akik ezt meg is tudják valósítani, úgyhogy én is örülök neki. Én is mindig támadó voltam, támadó focinak a híve vagyok, de az alap, amit annyira megismersz, hogy a védekezésből indulunk ki, a szervezett védekezésből, úgyhogy a támadó játékunk az rendben van, viszont a védekezésnél azért van egy kis hiányérzetem, mert ehhez a pozícióhoz viszonyítva sok gólt kapunk, de az utolsó két meccsen nem kaptunk gólt, úgyhogy ez biztos, hogy motiváló a csapat, illetve a mi számunkra is. És csak egy nagyon picit végül belemenve a taktikával, nem túl sokat elárulva az ellenfeleknek, de számomra nagyon pozitív, hogy a középső védőid milyen jól veszik ki a részüket a támadások indításában. Hát ez egy alap dolog, hogy be kell lépniük a támadásba. Nincs velük szembe ellenfél, tehát úgy tudjuk az ellenfél védekezését megbontani, hogyha az egyik belső védő belép, úgyhogy ez egy alap dolog.